Mercedes legendája. A mozgás évszázada. Gyorsabban, gyorsabban. De miért? Erre egy egész évszázada magyarázat. A mozgás évszázada. Az Egyesült Államok a gépkocsi országa. Itt van San Francisco és Pebble Beach. Évente egyszer a golfpálya az autócsodáké és tulajdonosaiké, és azoké, akik autócsoda tulajdonosok akarnak lenni. Szerintem nagyszerű, hogy az emberek itt töltenek egy egész napot a Concours d'Elegance eseményein. Sokan csak nézelődni jönnek. 1500-2000 emberből legfeljebb a 200 akar vásárolni. Az árverés bevétele 20 millió dollár körül van. Meglehetősen sokan gyűjtenek klasszikus autókat a világon, de leginkább Amerikában és különösen Kaliforniában, mert az itteni éghajlaton a kocsit sokáig életben lehet tartani. Persze sok olyan gyűjtő van, akinek 100-nál is több kocsia van. Rembrandt, Van Gogh, Picasso, ez a Christie's szokásos kínálata. Az elmúlt évtizedekben egy újfajta műtárgy is megjelent a katalógusokban, az autó. A 45-ös katalógus szám alatt egy 1937-es Mercedes-Benz 540 K Sport kabrióléra licitálhatunk. Becsült értéke 1,3 millió dollár. Az, hogy egy autó ilyen értéket jelent, jó részt egyetlen ember érdeme, a neve Emil Jelinek. 1897-ben lépett be ügynökként a Daimlerhez. De már első naptól kezdve a jövő autójáról álmodott. Bár ezt még nem tervezték meg, neve már volt a lányáé Mercedesé. Jelinek egyébként annyira kötődött hozzá, hogy nem csak a lányát, hanem nizzai villáját és összes jachtját Mercedesnek nevezte. Végül azt is kiharcolta, hogy hozzátegyék a család nevéhez, és attól kezdve hivatalosan Emil Jelinek Mercedesnek hívták. És attól fogva az összes Daimler automobil ezt a nevet viselte. Megszületett a legenda. A Mercedes-Benz klasszikusok központjában úgy őrzik a klasszikus Mercedes modelleket, mint Fort Knoxban az aranyat. Emil Jelinek olyan autóról álmodott, amely óránként 25 helyett 40 kilométeres sebességre képes. A Daimler mérnökei ezért elsőként szakítottak a motorizált hintó gondolatával, és a sebesség lett úttörő konstrukcióik vezérelve. Akkoriban korán sem volt magától értetődő, hogy egy automobil mozog, ráadásul gyorsan. Az 1834-ben született Gottlieb Daimler mérnök hallgatóként szeretett bele az önjáró gondolatában. 1865-ben megismerkedett Wilhelm Maybach-hal, a műszaki zsenivel. Ebben a kerti fészerben munkálkodott a két férfiú, hogy megtalálják az önjáró kocsira a megoldást. Itt öltöttek formát az eredeti gondolatok. Számos kicsi, de meglehetősen erős motort építettek, ami az automobil központi eleme. Az első motorkerékpár is ebben a fészerben készült, csupán az új motort akarták kipróbálni vele. Daimler képeslapot írt a családjának, és csillaggal jelölte meg kölni lakásának helyét. Fia később ebből fejleszti ki a világhírű emblémát.
Jelének álma gyümölcsözik. A Mercedes nyeri meg a Nizza La Turbi Rallyt 1901-ben. És ettől kezdve a Mercedes győzelme győzelemre, rekordot rekordra halmoz, hála Gottlieb Daimler és Wilhelm Maybach zseniének. Maybach viszi át a gyakorlatba Jelének autóról szőtt álmát. Ő lett az új márka patrónusa, amely mérföldkövet jelent az automobilizmus történetében. Az autósport mágnesként vonzza a gazdagokat és szépeket, és hatalmasokat. Végül is semmi sem illik jobban egy luxusautóhoz, mint egy elegáns utas. Ez is Emil Jelinek öröksége. Nizzában ő szállította az automobilokat korának hatalmasai, a Rothschildok, a Vanderbiltek és a Rockefellerek számára. Az új Maybach a luxus csúcsa. Egyesül benne a patinás hagyomány, amely Wilhelm Maybachkal indult el, a korszerű luxusautóval, amely a kifinomult kényelem és csillogás igényét elégíti ki, a jövő autója. A Mercedes csillaga keresett kultusztárgy az autóhívők körében. Állítólag a stuttgarti Mercedes gyár sokkal több emblémát gyárt, mint gépkocsit. A híres embléma 1909-ben vált a Mercedes hivatalos védjegyévé. A következő évek és évtizedek során az évszázad egyik vezérlő csillaga lett belőle. A hölgyek vágyainak csillaga. A Daimler Motorengesellschaft gyára a 20. század elején megváltoztatta a világot. 1903-tól kezdve kocsi-kocsi után gördült le a szerelőszalagról, miközben a század tempója is felgyorsult. Az autóversenyzés meghódítja a világot. A Mercedes 5 győzelmet arat Nizzában. Az akkor még rivális Benz azonban 1909-ben elkészíti a Blitzen-Benz modellt, mely elsőként közelíti meg a 200 kilométeres sebességet. A forma a száguldás következtében átalakul. A szecesszió és az Art Deco áramvonalas, dinamikus formái uralkodnak. Közben Sigmund Freudnak köszönhetően az ember rejtett énje is áramlóbbá válik. Léghajók és utasszállító hajók. A szárazföld után a motorizáció meghódítja a levegőt és a vizet. Divattá válik Európából 5 nap alatt átruccanni New Yorkba. A nagyvárosi élet a gyorsaság, az állandó mozgás, a szakadatlan ember és gépáradat jegyében zajlik. Einstein a fizika törvényeit is relatívvá teszi. Hirtelen minden a mozgótárgy sebességétől válik függővé. Még a szótár is mozgásba jön. Az új találmányok révén új szavak születnek. Megjelenik a telefon, majd a rádió jut roppant jelentőséghez, valamint a gramofon. És megszületik a jazz. Az örjöngő 20-as években az egész világ mozgásba lendül. Nagy autóbolond II. Vilmos császár is. A német uralkodó egy fejedelmi Mercedesben majdnem 150 ezer kilométert fut le, balesetmentesen. Gratulálunk! Senki sem tudhatta előre, mi lesz a sorsa annak a Mercedes 818 PS-nek, amelyet majd 90 éve egy amerikai multimilliómos John Jacob Astor vásárolt meg. A gazdagok és szépek már akkor is Nizzába jártak, hogy az új sportnak, az autóversenyzésnek hódoljanak.
1912-ben egy ilyen verseny után John Jacob Astor felesége társaságában hazaindult az Egyesült Államokba. Az autót Nizzában hagyták. Astor a milliomoshoz, divathoz illően a legdrágább és legbiztonságosabb luxushajóra váltott jegyet, a Titanicra. Astor felesége túlélte a hírhedt katasztrófát, és utóbb férjének emlékművet emelt, melynek szerves része a Mercedes 818-as is. Eközben Európában hódít a gépkocsi. Carl Benz 1877 óta váltakozó sikerrel dolgozik egy motoron. 1886-ban szabadalmaztat egy kocsit, amelyben motor és alváz egységes egészet alkot. Egy évszázaddal ezelőtt Benz Daimler mellett a világ egyik vezető autógyárosa. Az autógyártás két nagy alakja csak egyszer találkozik, futólag. Daimler 1900-ban meghal. Örökébe fia Paul lép, aki a cég főkonstruktőre. 1926-ban a Benz egyesül a Daimler motor céggel, és létrejön a Daimler-Benz AG. De ez csak ideiglenes csúcspont. Míg a Daimler 70 évvel később nem egyesül a Chryslerrel. Gottlieb Daimler, az alapító, nem éli meg a Mercedes-Benz megszületését, sem az autó látványos diadalát. Csak Carl Benz tanúja a sikernek. Ő nagy tisztelettől övezve 1929-ben halt meg. Carl Benz felesége Berta valószínűleg az első nő a volán mögött. Ez bizonyítja, hogy az autó nem csak a férfi játékszere, hanem a nők felszabadításának is eszköze. Milyen unalmas is egy autó, ha nincs nő, aki élvezze. A nők előbb ülhettek volán mögé, mint szavazhattak. A nők a szabadságért szeretik az autót, míg a férfiak a veszélyért. A versenyek izgalmáért. 1934-ben Németország rendezi a nemzetközi Eifel Rallyt a Nürburgringen. A Mercedes épp kifejlesztette a V25-öst, amely 1 kg-mal nyomott többet a megengedett versenysúlynál. Alfred Neubauer, a Mercedes versenyigazgatója kiadja a parancsot, az éjszaka távolítsák el a festéket. Ezzel megszületett az első Silver Arrow, az ezüstnyíl. Manfred von Braunich pedig győzött. Amikor Hitler 1933-ban hatalomra kerül, az autóverseny is bevonul a náci propaganda eszköztárába. Mostantól az autóversenyzők is egyszerre lépnek. Az autóipari verseny sorra szüli a találmányokat. Az autókat például cápaszájhoz hasonló, beömlő hűtőnyílással látják el. Tripoli 1939. Hermann Lang és Rudolf Caracciola kettős győzelmet hoz a Mercedesnek. A Mercedes-Benz Silver Arrow legyőzhetetlen. ...1945 a háború vége. Németország romokban hever, kezdődik az újjáépítés. 1951-ben nyílik az első frankfurti nemzetközi autókiállítás. Mint mindig, ott vannak a megnyitón a köztársaság vezetői, ez presztízs kérdés. Opel kapitén... Opel kapitén, egy luxuskocsi. És itt az egyik első Mercedes 1901-ből. Valamint a legújabb modell, a legerősebb német autó, a Mercedes 300-as. Az évszázad remek művei, acélba és krómba álmodott elegancia. A fekete limuzinok az NSK sikerét hirdetik. A Mercedes-Benz mindig ott van, ahol a történelem alakul.
Vive la République fédérale d'Allemagne! Vive l'amitié franco-allemande! Azokban a szeptemberi napokban elérkezett a történelmi pillanat, a korábban elképzelhetetlen. De Gaulle francia államfő baráti látogatást tett német szomszédjánál. Már az első pillanatokban világos a vendég számára, hogy a Rajna innenső oldalán is mindenki békejobbot nyújt. Diadalok a kiállító teremben, műszerek, fogaskerekek, motorok, krómacélba merevedett műszaki megoldások. A Mercedes legendájának lényege. Mercedes 300. A Daimler-Benz gyár legújabb kreációja a Mercedes-Benz 300 SL jelzésű sportkocsi, amelyet olaszországi és franciaországi versenyeken próbálnak ki. Jellemzői 3000 köbcentis motor, teljesítménye 175 lóerő, csúcssebessége 200 km óránként. Megjegyzés az autók szerelmeseinek, még nem kapható a piacon. Hans Kleissel gyűjtő szüntelenül kutat. Álmai netovábbja egy Mercedes-Benz 300 SL. Nehéz ezt elmagyarázni. Arra tisztán emlékszem, hogy Münchenben a Leopold Strasse-n láttam először elsuhanni egy 300 SL-t. Hú, mi volt ez? Szinte remegni kezdett a gyomrom, és azóta is egy ilyen kocsira vágyom. Ne feledjük, hogy akkoriban ezek a kocsik iszonyatosan drágák voltak, csak nagyon kevesen vehették meg. Vagyis az 50-es években csak a hírességek jártak vele. Aztán néhány éve meghallottam, hogy Ruby Rose kocsija eladó, amelyet egy fészerben találtak meg valahol Franciaországban. Szörnyű állapotban volt, ecsettel sárgára mázolták, és belül olyan mocskos volt, hogy alig voltam képes beleülni. De elég volt beletenni egy kis benzint, és már is ment, mint az álom. Motor, sebváltó, hátsó tengely szinte zajtalanul működött. Porfirio Ruby Rosa az akkori idők egyik színes egyénisége volt, akinek a rengeteg Ferrari mellett természetesen egy sirályszárnyúja is volt. Itt látható az ötödik nejével, Odile Rodennel. Itt van a jellegzetes hűtőrács. Ez itt Sammy Davis. Ez meg az egyik feleség, Gábor Zsazsa. A Playboy gyors autók iránti szenvedélye 1965-ben ért véget egy Ferrari-ban. Filmbeszámoló a Carrera Panamericana rajtjáról, amely a világ leghosszabb távú országúti versenye. Az egyik Mercedes első ablakának neki repült egy keselyű. Kling rácsot szerelt az ablakra, hogy elkerülje az újabb találkozást a mexikói madarakkal. A mitfahrer Hans Klenk megsérül, de folytatta a versenyt. Most már a német csodakocsikra irányul a figyelem. Kling lett a Mexikót átívelő harmadik Carrera Panamericana ünnepel győztese. Új rekorddal, óránként 165,153 ezred kilométeres átlagsebességgel. Lang futott be másodikként. Tehát győzelemtől ragyog fényesebben a Mercedes csillaga.
De az igazi győztes a Mercedes-Benz vásárlója, mert az itt szerzett tapasztalatokat érvényesítik minden Mercedes gépkocsiban. Egy próbaút az új Mercedes-Benz 300-assal, amelyből a világhírű 300 SL-t fejlesztették ki, meggyőz mindenkit. Nézzék csak, milyen kipihenten érkezik ez a két úr egy hosszú út után a tárgyalásra. 50-es évek, striptease. Az Egyesült Államokban megjelenik a Playboy magazin, amely a szexi nőket és a szexi kocsikat hirdeti. Visszatér az arany élet Németországba is. A 60-as években Nyugat-Németország lelki egyensúlya helyreáll. A gazdasági csoda meghozza a fellendülést, ebben komoly szerepe van a gépkocsiiparnak. 1962-ben a szerelőszalagról legördül a háború utáni 1 milliómodik Mercedes. A világbajnok német futballcsapat is Mercedesen tart diadalmenetet. Sportolók, filmsztárok, győztesek, külön világ. Egy olyan világ, amely gondosan kiválasztja a megfelelő kocsit a megfelelő alkalomra. Ilyen az új Mercedes-Benz bemutatkozása Monakóban. Az autóreklámok kedvelik a hírességeket, hiszen az elit Mercedesen jár. Bressában vagyunk, Észak-Olaszországban. Innen indul a Mille Miglia, a világ leglátványosabb veterán autóversenye. A showbiznisz hírességei találkoznak itt az autók szerelmeseivel és a fanatikus rajongókkal. Még Boris Becker is itt van, Mitfahrerként vesz részt a versenyen. Brescia története szorosan összekapcsolódik a motorsportok történetével. Itt rendezték meg az olasz motorkonstruktőrök nemzetközi kiállítását. Most is autókról beszélnek, kicserélik élményeiket. És persze motoszkál a féltékenység is, mint minden igazi szenvedélynél. A Mille Miglia egyfajta veterán autó kiállítás. Itt meg lehet nézni, sőt, esetleg érinteni azokat a legendás modelleket, amelyeket a legtöbb ember csak hallomásból ismer. Johann Maas, a 80-as évek ünnepelt Formula 1-es pilótája, egy 300 SLR-rel indul azzal a kocsival, amellyel Stirling Moss a győzelmeit aratta. Nagy vezetői tapasztalatra van szükség a Mille Miglián. A versenyzőknek 2,5 nap alatt kell megtenni az utat Rómáig és vissza, vagyis 1600 kilométert a hajtűkanyarokkal és 2000 méteres magas hágókkal teli tűzdelt országúton. A Mille Miglia emlékeket ébreszt, a Mercedesek diadalmas győzelmeinek emlékeit a világversenypályáin. Sehol sem látványosabb az autók iránti lelkesedés, mint Brescia zsúfolt utcáin, amikor felvonulnak a veterán luxuskocsik. Brescia lakói 1927-től várják türelmetlenül, hogy eljöjjön a május, és vele a csillogó, erőteljes gépkocsik ünnepe. Minden legendának szüksége van hősre, mint például Rudolf Caracciola. 1931-ben ő volt az első nem olasz versenyző, aki győzelmet aratott. E heti sporthíradónkat Rudolf Caracciolának szenteljük és nagyszerű sikereinek a 20-as, 30-as években. Egy kis autógyár versenyzőjeként kezdte, de Mercedes-szel eljutott számtalan Grand Prix győzelemig. Caracciola győztes autója több mint 70 év után is megbirkózik a Mille Migliával. Büszke vagyok és megilletődött, hogy a Mercedes rám bízta azt a gépkocsit, amelyel Rudolf Caracciola 1931-ben megnyerte a Mille Migliát, hiszen ez az autó maga a történelem. A Mercedes SSK nem szimpla autó. Itt szív dobog a motorháztető alatt.
Van a dologban némi erotika is, hiszen az olaszban az autó szó nőnemű. Ha pedig az autó nő, akkor a férfi rá akarja kényszeríteni az akaratát. Minden autós uralkodni akar a La Macchina felett. Signor Varsariatinak tökéletesen igaza van, amikor így fogalmaz. Úgy értem, van valami erotikus és esztétikus a vezetésben, a kocsi formájának érzékisége vaskosan fogalmazva gerjesztő. Amikor Jackie Stewart visszavonult, azt mondta, annyiszor szeretkeztem a kocsimmal, hogy nyilván úgy érzi magát, mint egy vén ribanc. És mindezt az angol királynő jelenlétében. Nagy szöveg. De tényleg így van. Az ember szereti az autóját a szó fizikai értelmében is, mert valahogy egyé válik a kocsijával. Jochen Maas rief nach einem Schuhanzieher, als sich in diesem modernen Monoposto zwängte. A hajnali órákban a Mille Miglia résztvevői elérik Rómát. Ez a verseny utolsó előtti szakasza. A finis az örök városban, mint mindig, most is a Piazza Venezia lesz. Egész Róma itt van, hogy az ókori fórum szomszédságában szemtanúja legyen a modern idők kocsi versenyének. A Mercedes másik legendája a sirály szárnyú. A Mille Miglián közelről is látható. Német kocsim van, mert az autómat 45 éve Németországban gyártották, onnan szállították át Amerikába. Én megvettem és visszahoztam, és azóta én vezetem. Akkoriban az autózáshoz sofőr és nem számítógépes szakember kellett. Vagyis az ember, a vezető volt a lényeg, akinek ráadásul jó szerelőnek is kellett lennie. Hiszen ha a kocsi elakadt a semmi közepén, nem volt mobiltelefon, műholdas helyzetmeghatározás, meg ilyesmi. Ettől vált a dolog szenvedélyé, mert összehozta az embert és az autót. Egy test, egy lélekké. Elindult a verseny. A versenyzők most megmutathatják, mit tudnak társaik, a gépkocsik. Természetesen Boris Becker nem csak nézőként van jelen, hanem egy Mercedes Mitfahrere. Nagy élmény, hogy végre itt lehetek, bár kicsit fárasztó. Azt hiszem, nem értékelik ezt eléggé. Szóval nem könnyű dolog? Dehogy, kőkemény munka. A rengeteg hajtű kanyar, szervókormány pedig nincs. Ráadásul úgy kellett bepréselnem magam a kocsiba. De Dr. Schmidt remek, váltjuk egymást és jól szórakozunk. Nem tudtam, mi vár rám, de meghaladta minden várakozásomat. A brescai autós csatát 1600 kilométeren vívták meg, és a klasszikus Mille Miglia Mercedes nagyszerű kettős győzelmét hozta. Végig a Fangio, Kling és az új Mercedes pilóta Stirling Moss alkotta német csapat vezetett.
Róma előtt a kocsi megcsúszott, s hogy ne a nézők közé rohanjon, a versenyző egy fának kormányozta. A pilótát zúzódott bordákkal és csonttöréssel vitték kórházba. De így sem veheti el senki a győzelmet a Mercedestől. Stirling Moss 300 kilométeres sebességgel szágult a cél felé, és a távot új pályarekorddal fejezi be. Amikor ez a kocsi nyerte a Mille Miglia-t, én ott álltam és láttam, amikor Jenkinson megcsapkodta Stirling Moss sisakját és azt kiabálta. Bravo, bravo! Csodálatos volt. Abban az évben rengeteget tanultam. Akkor alakult ki a vezetési stílusom. Képes voltam egy méterről követni Fangiót, aki egyértelműen a legnagyobb volt. Emiatt neveztek el minket köteléknek. Neubauer néha nagyon dühös volt ezért. Odajött, megkérdezte. Mi van, ha Fangiót baleset éri? Mondtam, nem fogja. De mi van, ha mégis? Akkor ketten leszünk. Az 55-ös év fontos év volt számomra. Mert akkor mindenki a Mercedest akarta legyőzni. Mert ezek voltak a legjobb kocsik. A többi márka, a Maserati, a Ferrari nem tudott nyerni. Persze a többi márka pilótái nagyon igyekeztek. 1955 Le Mans. Megtörtént, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie. A kiperdült Mercedes a nézők közé rohant és bombaként robbant föl. A sportesemény vérfürdő színhelyévé vált. 15 percbe telt, még megszervezték a mentést. A katasztrófa mérlege 80 halott és 100-nál több sérült. A szerencsétlenség híre futótűzként terjedt a világon. Mindenki a motorsport veszélyeiről beszélt. Sikerei csúcsán a Mercedes levonja a konzekvenciákat és hátat fordít a versenyzésnek. Alfred Neubauer versenyigazgató számára sötét a jövő. Első a biztonság. A Mercedes számára a biztonság kulcsfontosságú kérdésé válik, hiszen a mozgás évszázada egyértelműen megmutatta a negatívumokat, a balesetet és halált. Berényi Béla, aki már életében bekerült az autógyártás dicsőségcsarnokába, kifejleszti a Mercedes biztonsági rendszerét, amelyet hamar standardként fogad el a világ. 2500 szabadalom fűződik Berényi nevéhez, többek között az úgynevezett gyűrődési zóna kialakítása, a pagodatető és a biztonságos kormányoszlop. A mérnök egyenletekkel dolgozik. Ezek egyike az impulzus matematikai meghatározása. A nyomaték sokféle hatást kelt. Ez a tesztbábú, amelyet csak Oscarnak neveznek, minden idők legfontosabb utasa. Elviseli, hogy telepakolják mérőműszerekkel, fejreállítsák, és a műszerfalhoz préseljék. Az 1949-es 170S modellen a Daimler által szabadalmaztatott biztonsági zár szerepelt. Oscart folyamatosan dolgoztatják, mert egyre több probléma üti fel a fejét. Mivel és hogyan lehet csökkenteni a baleset veszélyt? A Mercedes-Benz külön részleget hozott létre a balesetek kutatására. A tesztbábú itt pótolhatatlan. Oscar mindig beköti magát. A biztonsági öv neve nem véletlenül biztonsági öv. H
Három pontos biztonsági övvel ez nem történik meg. Nem csak az autók lettek gyorsabbak, a gyártásuk is. Egyre rövidebb időn belül kerülnek a piacra az új kocsik, miközben a minőség is javul. De még a robotok sem képesek biztosítani az állandó minőséget. A legendás német precizitás csak emberi tényezővel működik. Az érzései révén a gépnél tökéletesebb ember nélkülözhetetlen a biztonságos autók építéséhez. Mi vezetjük az autót, vagy az autó vezet minket? Manapság egy autónak reagálnia kell, és meg is teszi az ABS, az ESP és a GPS, vagyis a karosszéria alatt megbúvó elektronika révén. Egy óra a halálvölgyben. Maximális sebességgel, kettes fokozatban, 60 fokos hőségben. Ez a motor gyilkolása, ha túléli, bármit túlél. 1955-ben a Mercedes kivonult a versenysportból, 39 évvel később, 1994-ben visszatért a Forma 1-be, bár kezdetben csak a motor beszállítójaként. Manapság a szerviz utcában már nem az egykori tempó járja. Ez egy lázas pillanat. Minden egyszerre zajlik. Rohangálnak a szerelők, iszonyú a feszültség. Mindenre csak másodpercek jutnak. Keményen kell koncentrálni. A pilóta dolga ebben csak annyi, hogy beáll, aztán 7,8 másodperc múlva továbbhajt. A bajnok Hermann Lang üzemanyagot vételez. Néhány másodperc alatt 300 litert pumpálnak a tankba. A tank megtelt. Sőt, sok is. Az alkoholos keverék éget, mint a tűz. Vizet, vizet! Mivel a jövő koncepciói holnapra elavulnak, a Mercedes-Benz tervezőasztalain folyvást a holnap autóján dolgoznak. Szorosan kapcsolódik egymáshoz a kutatás, a fejlesztés, a próba és a gyártás. A tervezők árgus szemmel figyelik az új modell születésének szakaszait. Az autó alakja végeredményben a mozgásra utaló jelkép. Ez a leglátványosabb egy álomautó esetében, ahol az áramvonal, a lekerekített vagy a háromszögforma dominál. A sebesség szimbolikája az új stílus ismérve. A számítógépes csúcs technológia tehát megkerülhetetlen. A virtuális valóság és a modellezés segít valóra váltani a megálmodott járművet. A forma ma már nem az eddigi elvek szerint követi a funkciót. Az új Mercedes SL egyértelműen kapcsolódik az 50-es évek sportkocsijaihoz. Az SL jelzés a szuperkönnyűséget jelenti. Minden Mercedes-Benz sportkocsi egyszerre hangsúlyozza a múltat és a modernséget. Így a legújabb modellek is, például a Vision SLR.
Daimler, Benz és Maybach alapozta meg a mai tökéletességet. Emil Jelinek álma a jövő autójáról nagy utat tett meg. Ez például az egyik első kicsi négyütemű motor, az úgynevezett kakukkos óra. Teljesítménye fél lóerő. A Daimler Chrysler kiemelt programja a környezetbarát motor. Az alternatív meghajtási módszerek közül az üzemanyagcella esélyes a sorozatgyártásra. Egyesül benne a környezetbarát benzinmotor minden előnye a villanymotor zajtalanságával. Ugyanakkor nagyobb a teljesítménye, mint a hagyományos belső égésű motoré. De térjünk vissza Amerikába, a Pebble Beach-re, ahol a Concorde Elegance alkalmából évente találkoznak a veterán luxuskocsik és csodálóik. Az egyik lelkes gyűjtő, a multimilliómos Arturo Keller a Napavölgy szöllős kertjei között él. A gyűjtő különös emberfajta, a szenvedély hajtja, és féltékenyen óvja csillogó tárgyait, hiszen a legendák az álmokban élnek tovább. Az idén Arturo Keller 100-nál több veterán kocsijából 2 hozott el a Concorde Elegance-ra. Mindegyik kisuvickolva kerül a pártatlan zsűri elé. Jóval több, mint 100 autó, ha valaki meg akarja nézni őket, $100 fizet, piknikkosárral együtt 350. Mindenki igyekszik az autójához illően öltözni, azaz szabályos jelmezbálban vagyunk. Ez egy különösen szép példány. Persze az autóra gondolunk. Arturo viheti haza a veterán luxuskocsik legnagyobb elismerését, a kiállítás szépe trófeát, méghozzá már másodszor. Minden szem az 1930-as Mercedes-Benz Roadsterre tapad. Az autók egyre fontosabb szerepet kapnak a filmekben. Legyen a Steven Spielberg Jurassic Parkja, vagy egy reklámfilm, ahol kultikus szerepük miatt egyre inkább főszereplőkké válnak. Hogy milyen gázsiért? Nos, ez az autógyárak féltett titka. Az új SLR modellt igazi pompával mutatják be a közönségnek. Starkes Auto, starke Frauen. Királya Verda, királya Csaj, királya Pasi. Jézusom, skót szoknya. Kisárgulok a képből.
Új Mercedes. Álljunk meg és nézzük a gépcsodát, amely emlékműve a hagyománynak és az újításnak. Élő legenda. Az élő legendát azonban ápolni is kell. Reklám, fotózás, szervezés. A modern legenda fogadja a sajtó hódolatát, amelyből él. Az autónak fontos helye van a kultúránkban, immár egy évszázada. Így aztán Lionel Richie egy autónak ajánlja dalát az új Mercedes SL-nek, az igazinak. A Mercedes legenda. A Mercedes csillag a gyorsaság évszázadának egyik jele. Emil Jelinek álmát Daimler és Benz valóra váltotta, és a Leány nevű autó híre ma is meggyőző. A legenda él, és köszöni, jól van. De hát egy autó nem minden. A minden pedig semmit sem ér, ha nincs autó. Közreműködött Újréti László, Rosta Sándor, Szokolai Ottó, Megyeri János, Tarján Péter, Sótonyi Gábor, Kajtár Róbert. Magyar szöveg Süle Gábor, szakértő Kovács Lajos Olivér, szerkesztő Dávid Csaba, hangmérnök Csomár Zoltán, gyártásvezető Kerényi Kata, szinkronrendező Sostarics Ágnes. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette. Produkciós vezető Végödön.